kimosódok, megtisztulok. Teljesen mindegy, hogy az én érzésemet mondtam el, vagy pedig csak hallottam a környezetemben lévő emberekét. Egy őszinte közegben voltam. Négy társulat állt össze, és mutatták be Playback színházi előadásukat a Csili Művelődési Központ színpadán, ahol a színészek alkotótársa a közönség lehetett. Hát olyan a 2000-es évek elején kezdtem el a drámát először csak így magam csinálgatni, könyvek alapján, aztán elvégeztem a főiskolát hozzá, a szakvizsgámat is drámapedagógiából szereztem. Mi az, ami a drámapedagógia? Nem biztos, hogy mindannyian tudjuk. Hát igazából ez abban segíti elsősorban a gyereket, mert hogy én általános iskolás gyerekekkel foglalkozom, hogy a saját személyiségéhez közelebb jusson, ennek azért területei a készségfejlesztés, képességfejlesztés, olyan mintha helyzeteket generálunk, ami segíti őt például, hogy könnyebben dönthessen egy adott szituációban. És ehhez képest a Playback Színház ezt hogyan tudja alkalmazni? Hát itt pontosan az a láncszem maradt ki, amikor egy mintha helyzet eltávolítja őt a valóságától, és nagyon jól tudja alkalmazni később. Amikor ilyen döntéshelyzet volt, eljátszunk egy állat szerepében lépünk, ahol dönteni kell, mert éppen hazugság van, és akkor hogy döntenék, kinek adnék igazat. Ez pedig egyértelműen, és azon nagyon fontos, hogy a saját élményeivel foglalkozzon. És ugye ez általában aztán színházi műfajban jelenik meg. Amit én viszont csinálok, az, hogy első osztályos gyerekekkel elkezdem ennek a folyamatát végig, ahol nagyon-nagyon fontos nekik azok az átélt pozitív vagy negatív élmények, amik velük történnek. És akkor ezt az iskolában, belső körben, műhely munkában elmeséli, és megpróbáljuk anyagokkal, hangszerekkel eljátszani. És aztán ez így megy 4 évig, és aztán mindig vannak olyanok, akik erre nyitottabbak, és most például a mostani csapat, akik ugye most már színkörtársalatban vannak, ugye van egy 19 éves nagylányunk, vannak és középiskolások, de ők valamikor szintén a Lázár Vilmos Általános Iskolában tanultak, és itt kezdték, és így kezdték. Mit tapasztal, mennyire nehezen tudják a saját élethelyzetüket feldolgozni a mai gyerekek? Hát én azt tapasztalom, mivel ezt csinálom, hogy nem várom meg azt, hogy ne tudj, tehát hogy így szoktuk meg ezt az egészet, első pillanattól így kezdjük. Ha konfliktus kezeléseik vannak egymással, akkor például remekül, jó, gyere, meséld el, hogy mi történt veled, ki játszon el téged, és nagyon érdekes, hogy a gyerekek hozták azt, hogy saját magukat, tehát hogy akivel a konfliktus volt, az szívesen benne van, hogy a másikat eljátsza. És mire kettőjüknek sikerül eljátszani a két érzést, hogy velem ez történt, velem az történt, egyszerűen így kipukkad a konfliktusuk, mert érzi a másiknak azt, hogy velem mi történt, ő miért így reagált egy helyzetre. Úgyhogy ez például egy ilyen nagyon, nagyon különleges, érdekes dolog. Tapasztaltad, hogy esetleg bizonyos diákok a pszichoszínházas foglalkozásokon kívül mondjuk volt egy konfliktus vagy egy helyzet, és akkor visszahallott, hogy így igyekeztek megoldani, hogy szerepet cseréltek és eljátszották? Jutott ilyen vissza az ön fülébe? Ugye ez nem pszichodráma, tehát hogy mert ez egy másik műfaj, ez valahol a kettő között van. Ezt azért nagyon fontos leszögezni. Nem ilyen módon direktben, viszont azt nagyon sokszor visszajelzik, meg látom a 4 év alatt is már, hogy könnyen helyezkednek be a másiknak a szemszögébe, könnyen váltanak szerepet, könnyen tudom arra őket ösztönözni, hogy jó, de nézd meg a másik ebben a helyzetben mit érezhetett, úgy, hogy közben saját magadat nem kell lenyomni, és azt elfogadni, ahogy ő érzett. Csak értsd meg a másikat. Azt mondta, hogy könnyen helyezkednek a másik helyzetébe, a saját magukat eljátszani, a saját életüket megmutatni. Ez mennyivel megy nehezebben? A kicsiknek egyáltalán nem okoz ez nehézséget. Végre van egy tér, ahol elmondhatja. Tehát, hogy ez egy teljesen természetes dolog, mint mikor elmegyünk az orvoshoz, ott is a gyerek tudja megmondani, hogy hol fáj, mi fáj. Ugyanúgy a lelkével is csak ő tudja megfogalmazni, hogy igazából mi a baja. Úgyhogy ez egy ilyen természetes állapot, nem csinálják sajnos, mert hogy Magyarországon nem nagyon van olyan, aki alsós gyerekekkel foglalkozik, felsősökkel is kevesen. Milyennek vajon az oka? Talán a merészség, talán az, hogy látunk egy színházi formát, és azt hogy képezzem le a saját körülményeimre.
Nem tudom. Hát ezt őket kéne megkérdezni, hogy ők miért nem akarnak belevágni ebbe. Én azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog. Ugye tavaly két éve volt európai playback találkozó, és hát általánosan is ez derült ki, hogy a mi iskolánkba is eljöttek egy műhely munkára, és jegyzeteltek, és azóta is szeretnék velünk fölvenni a kapcsolatot, oroszok, csehek, de voltak Izraeltől elkezdve. Hát ez egy világtalálkozó volt, bár európainak mondtuk, de jöttek még Amerikából is. Mert hogy ezt valamiért azt gondolják, hogy ehhez nem lehet fölnőni. Nem tudom, mit gondolnak, én szeretem csinálni. Mennyire nagy felelősség, nyilván nagy felelősség vezetni őket, hiszen egyfelől egyfajta moderátor is, meg vezeti is őket, és plusz még arra ösztönzi őket, vagy úgy alakítja az egészet, hogy az egészből művészet legyen, ami által viszont ugye elidegenítődik tőlük a saját életük. Onnantól kezdve, hogy a színpadon látják, úgy könnyebb szembenézni és vállalni, vagy van, aki mondjuk a személyes történetét azt mondja, hogy inkább, még ha nagyon jó is, önök úgy gondolják, hogy ne osszuk meg másokkal? Nem merül fel ez a kérdés. Tehát egyszerűen ők szeretik visszatükrözve látni, mert hogy az a tapasztalatuk, hogy csiszolódnak közben. Ugye általában azt szoktam kérdezni, hogy mit tanultál ebből a helyzetből. Most, hogy láttad a saját helyzetedet, a saját történetedet, a saját érzéseidet, tovább vitt. És a tréning munkában is ez fontos, hogy a többiek mit tanultak ebből a helyzetből. Tehát ez egy természetes állapot nekik. Nem általános iskolában alsós gyereknek nincsenek feltétlenül görcsei. Akkor igazából ön úgy gondolja, hogy sokkal inkább lehetne intenzívebben általános iskolában ezt a foglalkozást, mint az idősebb korosztálynál, ugye? Hiszen ők még tisztábbak, vagy kevesebb dolgot cipelnek magukkal? Nem mondom, hogy kevesebb dolgot cipelnek magukkal, de egy hörcsök halála az neki legalább annyira fájdalmas, mint hogyha a nagymamáját veszíti el. Csak ezek az arányok teljesen mások. Vagy én nagyon sokat tanulok a gyerekektől, mert azt gondolom, hogy nagyobb tragédiákat élnek át, és sokszor megyek úgy haza, hogy figyelj, neked nagyon jó, hogy felnőtt vagy. Mert rengeteg fájdalom van bennük, csak bennük van az a tisztaság, hogy ezt elmeri mondani, nem kezd el trükközni abban, hogy ez mondható, nem mondható, ki mondja, mert van valamilyen érzelme vagy fájdalma, akkor viszont lehet vele mit kezdeni. Tehát egyszer egy negyedikes anyuka jött oda, hogy hát egy kicsit haragszik rám, mert hogy én azt mondom a gyerekének, hogy nem kell elmondania, hogyha titka van. És akkor azt mondtam, hogy miért szerinted nem lenne titka? Nagyon fontos dolgot tesz, jelzi neked, hogy van titkom. És én már kezdek nagy lenni ahhoz, hogy ezt nem biztos, hogy el szeretném neked mondani, de akkor ott van a kulcs a kezedben, hogy kérdezhetsz. Tehát, hogy egy őszinte kapcsolatot indít el a gyerek ezzel. Nézzük meg, mit is jelent ez pontosan, és akkor úgy el szokták fogadni, vagy ennél a szituációnál abszolút elfogadták ezt. Azt mondta, hogy nagyon sokat tanult a gyerekektől. Mit például? Hogy ne gondolkoznunk sztereotípiákban. Általában volt megint egy konkrét példa, mert szerintem ezzel lehet legjobban ezt érzékeltetni. Oda jött hozzám egy kislány, hogy ő nagyon fél a karácsonytól. És hát az emberben rögtön jött, hogy volt valami tragédia, karácsonykor volt valami olyan helyzet, és akkor ezt mind félre raktam, és megkérdeztem, hogy miért? Tehát ezt az egyszerű kérdést nem szoktuk föltenni, és elmondta, hogy azért, mert ő most már úgy tudja, úgy gondolja, hogy nincs Jézuska, de a szülei meg szokták kérdezni, hogy mit vegyenek ajándékba, és tudja, hogy most nincs sok pénzük, akkor ő most hogy legyen őszinte, hát most mekkora probléma ez? Most ehhez képest egy felnőtt problémája azért nem semmi. Úgyhogy amikor elmentem, akkor én is egy playbackre, és elmeséltem ezt a történetet, akkor megkaptam azt a választ, hogy hát abban a pillanatban, hogy a csodát nem elvesszük tőlük, hanem rájuk ruházzuk, hogy ő vigye tovább a csodát. És akkor így már kicsit másképp hat az egész. És nem kellett közben azon izgulnom, hogy Úristen, hívjak a családsegítőt bármit, mert valami nagy dolog történt. De amúgy meg nagy dolog történt az ő életében. Nem tudom, hogy ez így érthető volt történet által. Azt mondta, hogy ön is jár playbackre, felnőtt playback előadásokon van, hogy jól értettem? Hát igen, valahogy úgy kezdtem.
hogy elkezdtem nézni, hogy mi folyik itt. És azt éreztem, hogy bármilyen fáradtam, megyek, kimosódok, megtisztulok. Teljesen mindegy, hogy az én érzésemet mondtam el, vagy pedig csak hallottam a környezetemben lévő emberekét. Egy őszinte közegben voltam. És akkor ezt néztem, és egyszer csak meghívtak, hogy akkor gyere és tanuld, és akkor hát azt hiszem, olyan 4-5 évig tanultam. És most, amit itt láthatunk, ez milyen jellegű előadás lesz egész pontosan? Ugye több iskola, úgy több színjátszó csoport együttműködéséből jött létre? Attól jó a playback, hogy bármilyen helyzet van, abból tudunk, ki tudunk kerülni abszolút jól. Magunkon kívül még 3 társulatot hívtunk meg, gimnazistákat, a Kölcsei Gimnáziumnak a tanulóit, illetve a mestereimet, akiktől tanultam ezt, és egy, aki szintén velem együtt tanult, ő is alapított ugye a Mondj még egy mesét társulatot. Aztán az élet azt hozta, hogy most a Mondj még egy mesét társulat egy tagjával szereplünk, mert közben jöttek más elfoglaltságok, de ugye lesz ennek még 3 folytatása, és tudjuk, hogy akkor ki ér rá, tehát most már ezt így, hát az élet ad ilyen helyzeteket, hogy mindenki nem tudott eljönni. És itt most bevonják a közönséget is az előadásba, bizonyos pontokon? Hát abszolút erre épül az egész. Nem rögtönzés, annyiban nem rögtönzés, tehát improvizációs műfaj, de ne a beugrót vagy a rögtönzést, mint tévés produkciót figyeljük meg, az a más benne, az a több, hogy ez az érzelmeinkkel dolgozik, saját érzésekkel és a saját érzelmeinkkel. Ettől azért elég mély tud lenni. És a közönség hangulatát, érzéseit, történeteit várjuk.